Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodás napot szeretnék kívánni. A most következő videómban pedig egy igaz történet alapján készült animációs sztorit hoztam el nektek, és az a legdurvább, hogy így görgettem a kommentek között, hogy párat elolvassak, és az volt az egyik top komment, hogy ezt valaki még olvasta régebben az újságban, szóval ez annyira megtörtént. Na de a most következő videónknak az a címe, hogy elrabolták őt 3 évesen. Mégis ki az, aki elrabol egy kisgyermeket? Meg alapból is, ki az, aki elrabol bárkit is? De gondoljatok már bele, hogy mekkora traumaként élhette meg ezt az egészet. Biztos vagyok benne, hogy ez a teher egész élete folyamán rajta lesz a vállán. Na de ezt majd most ki fogjuk deríteni, de még mielőtt belekezdenénk, SponziBlock! Ennek a videónak a támogatója az Epic Loot Shop, innen is köszönöm szépen nekik a lehetőséget, idén már nem először dolgozok velük együtt közösen, tőlük kaptam, mindjárt mutatom is nektek, azt a vikinges hajót, biztos vagyok benne, hogy rengetegen emlékeztek rá, na de ismételten megleptek engem, plusz van számotokra is egy kis meglepetésük, na de nézzük is meg, hogy én miket kaptam most tőlük. Van 3 darab ilyen baromira vagány kis tasakom nekem, amiket most ki fogunk bontani, hatalmas nagy unboxing percek lesznek itt Robival. Nézzük is az elsőt akkor. Hoppá, hoppá, mi komoly már, hát ebbe aztán van anyag rendesen, de majd lesznek közelebbi vágóképek, ahol meg fogom nektek mutatni jobban. Jöjjön is akkor a következő kis tasakunk, amibe szintén egy medál van, várjatok csak, ezt fel is csapom. Hoppá, hoppá, nem is kellett kibontanom, hanem így is feljött. Hát azért micsoda fuchsok vannak itt. Na de jöjjön is akkor az utolsónk, ami a változatosságunk kedvéért szintén egy medál lesz. Ez is baromira vastag, és ez már ilyen kígyós. Na de hogy mégis mi a meglepetésünk számotokra az, hogy szervezünk velük közösen egy nyereményjátékot, ahol ti is nyerhettek ilyen baromira gizda cuccokat, nincsen más dolgotok, csupán belájkolnatok ezt a videót, feliratkoznatok a csatornámra, illetve feliratkoznatok az Epic Loot Shop csatornájára is, plusz a komment szekcióba leírni az e-mail címeteket, amin keresztül majd tudnak titeket értesíteni, hogyha ti nyertetek. 3 darab nyertes lesz, mindenkinek sok szerencsét szeretnék kívánni, hogyha pedig beszeretnétek szerezni ezeket a termékeket, akkor ott van lent a link a leírásban, a nyereményjátékunknak a feltételeivel. Na de akkor, folytassuk is a videót! Hey, szeva tessa! Fú, de vagány a hajad! Ő itt John, és minden teljesen normálisan ment, mindaddig, ameddig 18 éves nem lett. Mégis mi történt utána, de várjatok csak! Ő akkor nem tudott arról, hogy még nagyon kiskorában elrabolták? Mivel érted, ki emlékszik ilyenre, hogy mi történt 3 éves korában? Bárhogyha egy ilyen meghatározó dolog történik valakivel, arra emlékeznie kéne, nem? I was applying to college when I discovered that my social security number didn't match my name. Amikor jelentkezett egyetemre, akkor szembesült vele, hogy a szociális száma nem passzol a saját nevéhez. Ami mondjuk probléma, nem is kicsit. Kért is segítséget. He went on to check my name in the National Center for Missing and Exploited Children. Ne csináld velem! És megmutatta neki, hogy ő igazából egy eltűnt személy. And that's when we discovered. De akkor új nevet intéztek neki meg minden. És már az az adatbázis alapján 15 éve eltűntnek nyilvánították. Mi komoly már ez, de akkor mégis mi lehetett a háttérben? Lehetséges? Vagy várjál, mert tudja, hogy az lesz? Hogy az elrablója megrendelésre rabolhatta el őt, és szerintem eladhatta, fú, de csúnyán hangzik ez az egész, de eladhatta egy családnak, akik felnevelték őt. És akkor
szerintem nem az igazi szüleivel él együtt, aztán ki tudja, lehetséges, hogy Sherlock Robert úr nagyon félrelogikázgatja itt a dolgokat, de hát ez majd most hamarosan ki fog derülni. Ez az egész. Nem lehet igaz egyszerűen. Hát én ugyanúgy nézek ki, mint az apukám, aki nagyon jó kérdés, hogy valójában az apukája-e. Biztos benne, hogy rokonok? Hát de akkor tuti, hogy ők a szülei, hogy az édesanyja, amikor nagyon kicsi volt a gyermek, elvált az édesapjától. De mi van akkor amúgy? Az milyen beteg lenne, hogyha akit most az apukájának hisz, ő rabolta el igazából még csecsemő korában. De így random megfogod és más gyerekét elrabolod? Utána pedig valahogy iratokat hamisítasz és a sajátodként felneveled? Eléggé beteg dolog az, de hát ha azt mondja, hogy hasonlít az édesapjára... Mi? Jött az FBI és elvitte az édesapját. Hát akkor bizony szerintem ő rabolhatta el. It was horrible to see him being taken away in handcuffs. And the next day, they introduced me to my mom. Borzasztó volt látnia, hogy azt a férfit, akit mindvégig az édesapjának hitt, elvitték az FBI-osok. Másnap pedig bemutatták az ő saját édesanyjának. És akkor 18 év után, vagyis pontosabban 15, mivel 3 éves korában akkor még látta, találkozott vele ismételten. Sírva oda is rohant hozzá, és megölelte. Tudod, hogy mennyire hiányoztál nekem? Hát azt elhiszem. Folyamatosan biztos vagyok benne, hogy minden egyes nap gondolt rá, és mindig vágyott erre a pillanatra, hogy megtalálja a fiát. De szülőként is milyen nehéz lehet ezt átélni. Nem tudhatod, hogy a saját gyermeked még életben van-e, vagy pedig már nincs. De szerencsére életben volt. Még azt is mondta, hogy mostantól sosem fogunk külön lenni. Nem már! Neki egyszerűen ötletesen volt, hogy mégis ki az a nő, és baromira kínosan érezte magát, hát utoljára 3 éves korában látta. Szóval számára ez olyan volt, minthogyha egy random idegen nő elkezdte volna ölelgetni. Mennyire szívfacsaró lehet az édesanyának ez, hogy teljesen kimaradt a saját gyermeke életéből, és meg sem ismeri őt a saját gyermeke, de a kapcsolatuk csak helyre fog jönni, és csak együtt fognak mostantól tölteni egy csomó időt. Hát ő a vér szerint édesanyád. Ott is van! Össze is költöztek, és elmesélte az édesanya, hogy hogyan rabolta el az édesapja a gyermeket tőle. De várjatok már, akkor kezd összeállni a kép. Nem véletlenül hasonlított a srác arra a fickóra, akit elvitt az FBI, ugyanis ő komolyan az édesapja volt. De miért rabolta el a saját gyermekét? Nem állt nekem még össze ez az egész. Amikor 3 éves volt, akkor a szülők baromira összevesztek, folyamatosan vitatkoztak, és nagyon megromlott a kapcsolatuk. Egyszer pedig az apuka, amikor ment a gyermekért iskolába, konkrétan elrabolta, és nem hazavitte, hanem elmentek jó messzire, hogy új életet kezdjenek. De ilyenkor az asszony, gondolom, hogy feljelentést tett meg minden, és egyszerűen nem találták meg őket. Never saw me again. She told és azóta nem látta a saját gyermekét. Elmondta, hogy mennyire fájdalmas volt, és folyamatosan azon gondolkozott, hogy mégis mi lehet a saját gyermekével, és vajon hogy érezheti magát. De olyan önzőség ez az édesapa részéről, bár egy épeszű ember nem csinál ilyet.
teljesen elválasztotta a gyermekét a saját édesanyjától. Nagyon, de nagyon remélem, hogy jó sokáig börtönbe fog ezért kerülni. De kamu, iratokat csináltatott meg minden. De mennyire durva lehet ez is, hogy folyamatosan az édesapjával élt együtt, és ezt az oldalát egyáltalán nem ismert, hogy mégis milyen ember valójában. De mindentől függetlenül ő nem tudja utána az édesapját, ugyanis jól nevelte őt, folyamatosan foglalkozott vele, meg törődött azzal, hogy jól tanuljon és hogy sikeres legyen. Amikor a bíróságon voltak, őt is kihallgatták, és mondta, hogy nem szeretné, hogy az édesapja börtönbe kerüljön, ugyanis jól érezte magát vele, amikor elrabolta. Megállapította a bíró, hogy a te édesapád egy jó apuka, de akkor is elrabolt téged, és ez hatalmas nagy bűn. Ezért el is ítélték, és 4 év börtönt kapott. And he told me his version of why he had stolen me from my mother. He said that my mom had threatened to tell the police that he was beating me. So if he hadn't taken me away from her... Hoppá, hoppá! Azért az anyuka sem szent, bár nem tudom, hogy kinek higgyünk most végül is, ugyanis beszokott járkálni az édesapjához, és az édesapuka is elmondta a sztorit az ő oldaláról, és mondja, hogy a srácnak az édesanyja megfenyegette őt, hogy azt mondja a rendőröknek, hogy az apuka veri a saját gyerekét. De mégis miért hazudna ilyet? Bár gondolom, hogy ilyenkor már baromira nem voltak jóban, és folyamatosan veszekedtek, illetve biztos vagyok abban is, hogy a válás is már szóba jött, és akkor folyamat ezzel fenyegette, hogy ha el akarsz válni, meg hogyha elválsz, akkor ezt mondom a rendőröknek, és biztos, hogy a bíróság neki fogja ítélni a gyereket. De hát jött az apuka, és inkább elrabolta. Szóval, hogyha nem rabolt volna el engem, akkor az anyukám elintézte volna, hogy soha többé ne lássam az édesapukámat, de az anyja pedig azt mondja, hogy ez egyáltalán nem igaz, és nem volt ilyen. Ez a legrosszabb, amikor egyszerűen nem tudod, hogy kinek higgyél, és kinek van igaza, és ki mond igazat. Ezt mondja ő is. De egy idő után, amikor sokkal jobban megismered őket, mert az édesapádat már ismered eléggé, akkor csak ki tudod következtetni az évek alatt, hogy vajon kinek lehet igaza, de egyszerűen nem tud haragudni az édesapjára. Ez a lényeg amúgy, hogy nincsen harag a szívében, hiába tett ilyen borzasztó cselekedetet az édesapja. De hát lehetséges, hogy az édesanyja se sokkal különb. Ki tudja? It still feels like she's a complete stranger. Don't get me wrong. I'm trying my best to build a relationship. Eléggé furcsa számára az egész szituáció, ugyanis még mindig olyan neki az, hogy az édesanyjával lakik, minthogyha egy idegennel élne. Ez teljesen érthető, de minden tőle telhetőt megtesz, hogy kialakítson egy jó kapcsolatot az édesanyjával, de szerinte sohasem fogja őt úgy szeretni, mint az édesapját. Ezt is én meg tudom érteni. Hát az élete nagy részét az édesapjával töltötte. Minden élményét, minden pillanatát, minden szomorúságát az édesapjával osztott meg. És az édesapja volt ott neki, amikor baj volt. Az édesanyját egyszerűen nem tudom hibáztatni, ugyanis gondolom, hogy ő mindent megtett azért, hogy láthassa a gyermekét, de hát egyszerűen azt sem tudta, hogy hol van. Hogyha ebbe az egészbe egy mélyebben bele akarnánk menni, akkor azért az édesapukát lehetne hibáztatni bőven, ugyanis a saját gyermekétől elvette az édesanyját. Miért nem lehetett volna békés úton megegyezni? És akkor a bíróság eldöntötte volna valahogy, hogy mégis kihez kerül a gyermek. De hát érthető a cselekedete is, igaz, hogy elítélendő, de érthető, ugyanis lehetséges, hogy az édesanyuka komolyan elintézte volna, hogy sohasem láthatja a saját gyermekét. De hát most ugyanezt tette
a volt feleségével miért nem lehetett volna megoldani, hogy hetente mondjuk egyszer az anyukánál van a gyerek, a másik héten nála, mint mondjuk egy elvált családban, ahogy megoldják. Na de akkor ennyi is lett volna ez a történetünk, hát eléggé komoly volt. Mindenféleképpen jöhet a komment szekcióba a ti véleményetek erről az egészről, hogyha esetleg veletek történne ez, akkor meg tudnátok-e bocsájtani az édesapátoknak. De az a baj, hogy nagyon kevés információt tudtunk meg, és így nem lehet annyira mérlegelni, de hát ettől függetlenül jöhetnek a ti gondolataitok lentre. Na de akkor remélem, hogy tetszett nektek ez az egész, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, minden ott van lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, hogyha pedig még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretnél lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra, én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!